Szól a templom harangja Mácsán. A település fájdalmasan közel, alig 2 kilométerre van a magyar határtól, Romániában. Itt született Károlyi Margit Majk utolsó grófnője, aki az oroszlány melletti egykori kamalduli rendház 13-as cellaházában végezte be földi pályafutását. Mácsán ma mintegy 5000-en élnek, közülük csak alig 100-an magyarok. Ahogy a magyar lakosságnak, úgy a grófnőnek és családjának is alig akad már nyoma. Látogatásomkor megpróbáltam összeszedni azt a keveset, ami még megtalálható. Július 9-én érkeztem. A Károlyi kastély bejárata előtt ez a boxparádé fogadott. Ünnep van a településen, kirakodó vásár is készül. A kastély udvaron büfék, italos hűtők. Az egykori medencében felállított színpad felirata elárulja, Paradicsom fesztiválra készülnek. Felvételeimmel igyekszem kivonódni a népünnepéből, hiszen a nem túl rózsásan festő kastélyépületben, aminek belseje zárva, Károlyi Margit grófnő gyermekkorának helyszínét igyekszem felfedezni. Elsőként utazzunk vissza 150 évet a múltba, s ez választ ad arra is, hogy miért Csernovics kastélyként szerepel mindenhol az épület. Nos, az uradalmat és kastélyt a nagyapa, Károlyi Tibor vásárolta meg 1862-ben a dúsgazdag Csernovics Péter kereskedőtől. Máskülönben a Károlyi család több kastéllyal és birtokkal rendelkezett országszerte, de 1862 után ez lett a központ, az állandó lakhelyük. A nagyanya Károlyi Tiborné született, gróf Degenfeld Schomburg Emma óvodát alapított Mácsafaluban, amelyet saját telkén építetett, és a maga költségén tartott fenn, ahová nemzetiségre való tekintet nélkül 40 gyermek járhatott. Visszatérve a kastélyra, a Károlyiak Ibl Miklós tervei alapján exkluzív főúri lakhelyé építették át. A tágas, klasszicista, neoreneszánsz főépületben volt könyvtár, 47 szoba és sok más helyiség. Ez az 1915-ben készült fénykép a 19 éves Károlyi Margitot a Mácsai kastélyban olvasás közben örökítette meg. Az arborétumot és botanikus kertet a híres kertész József Prohászka tervezte, aki a 20 hektárosra bővített park rendezése során szökőkutat, úszómedencét, melegházat, teniszpályát is létrehozatott. A szigetekként ültetett növényritkaságokat a világ minden részéről telepítették. A szinte szabályosan beültetett fák, cserjék csoportjait virágágyások, utak és ösvények törik meg. Ha Margit grófnő és testvérei kimentek a határba, látták az aradi hegyeket, sőt világos várát is, ahová Mátyás király nagybátyját, Szilágyi Mihályt záratta be. A feltűnő szépségű Gabriella és a legkésőbbi születésű Emma voltak Margit húgai. Emma sohasem ment férjhez. Eszterházi Móric 1956-os emigrálása után haláláig Károlyi Margittal élt a 13-as cellaházban. Övé volt a hátsó szoba. Gabriella férjével, aki egy Andrássy gróf volt, a II. Világháborút követően Kanadába költözött, és ott hunyt el 1992-ben. Apjuk a puritán életmódú, pipázgató parasztgróf Károlyi Gyula visszahúzódó életmódját a lányok születése után fokozatosan adta fel. 1905-ben tagja lett a főrendi háznak, később Arad vármegye és a város főispánja lett. 1919-ben, majd 1931-32-ben két különleges időszakban miniszterelnök is volt. Margit grófnő nyilván tőle örökölte legendás egyszerűségét és oldhatatlan hazaszeretetét. Utóbbinak példázatára most tegyünk egy izgalmas történeti kitérőt. Ahogy
Ahogy említettem, Gyula édesapja Károlyi Tibor vásárolta meg a Mácsai kastélyt 1862-ben Csernovics Pétertől, az utolsó temesi náboptól, aki délvidéki kormánybiztosként szerepet játszott az 1848-49-es szabadságharcban. Tevékenysége miatt Világos után az aradi várbörtön fogja lett. Amikor 1849. október 6-án kivégezték a 13 tábornokot, még aznap éjjel titokban elszállítottak két holttestet a várból. Ez az ott raboskodó még a börtönben is befolyásos Csernovicsnak volt köszönhető, mert levélbeli intézkedéssel megbízta a gazdatisztjét, hogy maga mellé véve egy bérest Mácsai birtokára vigyék és temessék el Damjanich János és Láner György holttestét. Damjanich Csernovics unokatestvére volt. Eszterházy Péter azt írja a Harmónia Celestisben, hogy mivel két halottnak volt egyforma szakálla, a holtakért küldött ember inkább elhozta mindkettőt, így nyert a két vértanú egymás mellett nyugodalmat Mácsán. A regényes megközelítéssel szemben valószínűbb, hogy eleve mindkettőt el kellett szállítani, sőt a pár nappal később szabaduló Csernovics még két vértanú holttestét kiváltotta és a rokonoknak átadatta. A Mácsai hant fölé később Károlyi Gyula nővére, Gabriella grófnő díszes fehér márvány síremléket állíttatott. Amint a Vasárnapi Újság 1884-es száma is tanúsítja, rendszeresen megemlékeztek róluk halottak napján. Ezt írták. Damjanich János tábornoknak a Mácsai parkban lévő sírját gróf Károlyi Tibor családja pompásan földíszítette, este kivilágítatta, és a Mácsai birtokon időző család összes tagja megjelent a hős tábornok sírjánál az uradalom gazdatisztjeivel együtt. Később, amikor a trianoni békeszerződés miatt Mácsa a magyar-román határ túloldalára került, Margit grófnő egy ottani ismerősére bízta a sír gondozását, aki néha fényképet is küldött róla, hogy megvan. Az aradi gyásznap 125. évfordulóján 1974-ben az Aradon és környékén nyugvó 11 vértanú csontjait, így a mácsaiakat is áttemettették az aradi emlékoszlop tövében létesített kriptába. A sírkő emlékoszlopként maradt meg a parkban, ám egy 2012-es felvétel tanúsága szerint borzalmas állapotban megrongálva. Kétségbe ejtett, hogy 10 esztendővel később a hatalmas területen sikertelenül próbáltam megtalálni. Szóval meglehetősen nagy ez a park, itt bolyongok már vagy 3/4 órája és keresem a két sírt, és találkoztam egy nagyon kedves román családdal, az ifjú ember tudott angolul, és váltottunk pár szót, és elmondta, hogy szerinte hol lehet Láner György és Damjanich János sírja. Most éppen arra felé tartok, de érdekesség, hogy a szóváltás közepette az első, ami eszébe jutott rólunk magyarokról, illetve Magyarországról, az angol-magyar futballmeccs volt és a győzelmünk. Bolyongásom közben váratlan segítség érkezett. Belebotlottam Johann Domba, a kastély parkjából létrehozott botanikus kert igazgatójába. Thank you so much. Ő készséggel elvezetett a síremlékhez egy tekervényes ösvényen át. Talán csak a nap végére találtam volna meg, vagy akkor sem, ha nem segít. Íme tehát a két vértanú első nyughelyének ma már gondozott, karbantartott, magyarok által is látogatott márványoszlopa. Az egykor körbefogó kerítés mára eltűnt. A rendkívül készséges Johann Don igazgató, aki a tréfás Don Juan megszólítást is bírja, két román nyelvű könyvvel is megajándékozott, amelyek szövegeinek fordítgatásával kibontakozik a Károlyiak kastélyának Trianon utáni története is. ...1918-ban Károlyi Margit feleségül ment Eszterházy Móriczhoz és Majkra költözött. A Mácsai kastély 1939-ben Adam Jankú orvos birtokába került, aki 10 hektáron kivágatta a parkját. A megmaradt 17 hektáros terület 1968 óta védett arborétum, többek között egy terebélyes páfrányfenyő otthona. A fősétány mentén alakították ki a román írók szoborparkját.
1990 óta az Aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem működteti a botanikus kertet, valamint vadászati múzeumot az egykori melegházakban. A kastélyban két évente humorfesztivált, néprajzi fesztivált rendeznek, és évente tartják a karikaturisták találkozóját, ma meg újabban a paradicsomnak is hódolnak. Ma egyedül a homlokzaton nehezen látható címer emlékeztet a károlyiakra, de véhetően nagyon kevesen tudják, hogy ez valóban az övéké, hiszen némelyütt tévesen Csernovics címerként említik. Innen indult tehát útjára Eszterházi Móricné Károlyi Margit grófnő, akinek Majk a második és utolsó lakhelye volt közel 60 éven át. A Fóti templom kriptájában elhelyezett szerény urnáján felirat örökíti meg. Született Aradmácsán 1896. február 23-án.